Szükséges lenne az életpályamodell, előrelépési lehetőséget és béremelést kérnének az ápolók. Sok a kintlévőség, évente akár 10%-kal is növekszik a közös költséget nem fizető háztartások száma. Alapkő. Letették az új látogatóközpont és Hópárduc kifutó alapkövét a Nyíregyházi Állatparkban. Még mindig nincs előrelépés az életpályamodell kialakításában az ápolók tekintetében, közölte Bugarszky Miklós, a Magyar Ápolási Egyesület elnöke Nagykállóban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Hozzátette, ehelyett egy ágazati kollektív szerződést akarnak bevezetni az egészségügyben, ebbe azonban nem lehet beilleszteni például a nyugdíjba vonulás körülményeit és az előrelépés lehetőségeit. A Lelki Egészség napján elismeréseket is átvehettek az ápolók a Nagykállói Sánta Kálmán szakkórházban. A Lelki Egészség világnapjáról 1992 óta emlékeznek meg az érzelmi és lelki zavarok megelőzésének és azok megfelelő kezelése érdekében. További célja még a pszichiátriai problémákhoz és a pszichikai problémákkal élőkhöz kapcsolódó előítéletek elleni felszólalás. A világnap idei jelmondata a munkahelyi lelki egészség. Itt a Sánta Kálmán szakkórházban ezt egészítették még ki a biztonsággal, a testi-lelki-szociális biztonságérzettel. Az a fajta segítő munka, amely az egészségügyben szükséges a mindennapok során, az a lelket is megviseli. Mi speciálisan pszichiátriai betegekkel foglalkozunk, és rengeteg indulattal kell a munkánk során megküzdeni, hiszen a betegek, amikor kórházba jönnek, a pszichiátriai betegre az jellemző, hogy betegségtudata nincs. Eleve a betegsége miatt sokkal nagyobb feszültséget él át, mint az átlagember, amit pedig valahová megpróbál kiadni, és sokszor a dolgozókon csapódik. Ez az egyik nagyon nehéz része a munkánknak. A másik része pedig az a rengeteg lelki fájdalom, amivel szembesülni kell nap mint nap az ápolóknak, orvosoknak, pszichológusoknak, szociális munkásoknak. A Magyar Ápolási Egyesület a szakdolgozók számára egy életpályamodellt szeretne kialakítani. A szervezet elnöke szerint azonban az egészségügyi kormányzat úgy látja, hogy ez egy túl bonyolult folyamat lenne. Bugarszky Miklós hozzátette, a kormányzat egy ágazati kollektív szerződést akarna bevezetni, ez azonban rendeltetésénél fogva sem lenne elegendő arra, hogy kiváltson egy életpályamodellt, ugyanis ezekben nem lehet beilleszteni például a nyugdíjba vonulás körülményeit, vagy a szakmai előrelépés lehetőségeit. Az egészségügyben dolgozó szakápolók száma közel 110 ezer fő hazánkban. Ők mintegy 20 szakterületen dolgoznak. Az életpályamodell kialakítása ezért is lenne nagy feladat. Bugarszky Miklós szerint nemzetközi mintára is ki lehet alakítani az ápolói életpályamodellt a szülésznők, gyermekápolók és az ápolók számára. Anyagi megbecsülésről az látszik, hogy szándék, az látszik az anyagi megbecsülésnek a kifejezésére. Voltak béremelések, tagadhatatlan az, hogy az elmúlt években elég nagy elmozdulás történt. Mindig a viszonyítási alap a kérdés. Hogyha mi megnézzük, hogy a társadalmi ranglétrán hol áll az ápolói bérezés, akkor nem lehetünk olyan nagyon büszkék. Hogyha most ahhoz hasonlítjuk, hogy ebben az évben 25% bérminimum emelés történt, 15%-os minimálbéremelés és 12%-os szakdolgozói béremelés, akkor azt mondjuk, hogy erre sem lehetünk nagyon büszkék. A Lelki Egészség Világnapján a Kossuth Zsuzsanna emlékév tiszteletére három ápoló is kitüntetést kapott a Sánta Kálmán szakkórházban. Oklevelet vetett Ster Jánosné, Plajos Miklós és Oroszi Lászlóné. Magyarország első főápolónője, Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulója alkalmából számos programot szerveztek idén hazánkban. Letették az új látogatóközpont és Hópárduc kifutó alapkövét a Nyíregyházi Állatparkban. A beruházás a terület és település fejlesztési program keretében több mint 380 millió forintból valósul meg 2018 márciusáig. Az új épületekkel a látogatószám növelése mellett a térség turisztikai vonzerejét is erősíteni szeretnék. Egyelőre még csak építési területtel találkozhatnak az egykori főbejárat helyén azok, akik felkeresik a Nyíregyházi Állatparkot. Hamarosan azonban ez a látvány fogadja majd a vendégeket. Jövő márciusra egy új látogatócentrumon keresztül vezet az út az állatparkba.
Az új főbejárat a látogatók modern és kényelmes körülmények között történő fogadását teszi lehetővé, zavartalanná válik a nagy létszámú csoportok fogadása, nő a bejárat áteresztő képessége, csökken a zsúfoltság és a torlódás veszélye. De a látogatóközpont nem csak egyszerű kapuként, hanem turisztikai vezérpontként is szolgál majd. Az állatpark a város és a megye látnivalói között segít eligazodni. Ezen kívül egy látványfókamedence és egy hópárduc kifutó is helyet kap majd benne. Egy nagyon összetett dolog még ez a látogatócentrum, mert nagyon látványos, beléptető csarnoka lesz ez a parknak, ahol egy pici múzeum is megjelenik a múltunkról, illetve ide csatlakozik a bővítéshez egy új fókamedence, amit egy ilyen panoráma üvegen keresztül lehet majd nézni. És mindehhez, az egészhez pedig párosul a hópárduc kifutó, ami egy különleges és nagyon szép nagy macska tenyésztését szolgálja majd itt a Nyíregyházi Állatparkban. Az új látogatócentrum közel 380 millió forintból épül meg. Ez a beruházás, illetve az állatparkban nemrég elkezdődött Pangea ökocentrum és szálloda építése egy nagyobb fejlesztési csomag részét képezi. A Nyíregyházi Állatpark tavaly elnyert Európa legjobb állatparkja címet, ez kötelez is bennünket, meg lehetőségeket is nyitott. A lehetőséggel először úgy éltünk, hogy a kormányzathoz benyújtottunk egy 6,7 milliárdos fejlesztési csomagot, amit jóvá is hagyott. Ennek két eleme már folyamatban van, a Pangea ökocentrum, ami ugye egy szálláshely, egy nagyon egyedi hotel, tematikus hotel, képzések, találkozók, konferenciák színhelye is lehet. Ez pedig a bejárata, nem csak az állattekertnek, egész Sóstó gyógyfürdőnek is egy turisztikai fogadópontja lesz. A Nyíregyházi Állatpark a megye és a térség turisztikai zászlós hajója is. A mostani beruházás jól illeszkedik a megyei fejlesztések sorába is. Hogyha a turisztikai desztinációkat nézem, akkor most egy nagy fejlesztés van topos programból, ami a megyét érinti. Ugye van a Nyíri mezőség, a Rétköz, a Szatmárberegi rész, a Délnyírség fejlesztése, és szeretnénk azt, hogy ez egy egységes koncepcióba illeszkedjen, ne pontszerű fejlesztés legyen. Itt a Tiszapart fejlesztése tulajdonképpen, ami nagyon fontos, a templomok fejlesztése, és mindaz, ami ide vonza a turistákat. A Nyíregyházi Állatpark fejlesztése és a Sóstón épülő két új szálloda nagyban hozzájárulhat ahhoz is, hogy a városban eltöltött vendégészakák száma nőjön, illetve a megye és Nyíregyháza turizmusa erősödjön, hangzott el az eseményen. Évente mintegy 10%-kal növekszik azoknak a háztartásoknak a száma, ahol vagy nem fizetnek közös költséget, vagy késnek a díj teljesítésével, mondta el a Nyíregyházi Lakásszövetkezet elnöke televíziónknak. A probléma nem csak a megyeszékhelyen tapasztalható, hanem országos szinten is tetemes adósság terheli a társasházi és lakásszövetkezeti otthonok több mint 4,5 millió lakóját. A bedőlt devizahitelesek után nem ritka, hogy a közös költségtartozást szinte lehetetlen behajtani. A szemétszállítás, a közös helyiségben fogyasztott elektromos áram, a közös gázfogyasztás, a takarítás. Többek között ezek a tételek jelennek meg a társasházi lakások közös költségének díjában. A Nyíregyházi Lakásszövetkezethez 5200 ingatlan tartozik a megyeszékhelyen. Már tavaly is csaknem 100 milliós kintlévőségük volt, ugyanis sokan vagy nem, vagy késve fizetnek közös költséget, mondta el a Lakszöv Nyíregyházi elnöke 35 perc című műsorunkban. Többféle adós van. A legkellemetlenebb mindenkinek, hozzáteszem az adósoknak is, talán a bedőlt hitelesek köre, akik úgy 2013 óta egyre nagyobb számban jelentkeznek, és ott, ahol a kimutatásainkban 1 millió körüli, meg annál magasabb tartozásokat látunk, annak az az oka, hogy mondjuk a sok milliós vagy 10 milliós banki követelések mellett a közös költség már elhanyagolhatónak tűnik, és azt mondja, hogy ha már veszett a fejsze, veszen a nyele is, nem fizetek semmit. Van, aki ott hagyja egyszerűen a lakását üresen, hogy úgy is viszi a bank. Na most ezekkel aztán a szövetkezet sem tud mit kezdeni. Akár egy banki adósság, a közös költségtartozás is behajtható. A szövetkezet két havi hátralék után egy ajánlott levélben szólítja fel a lakástulajdonost, majd fizetési meghagyást bocsát ki, és ha nem teljesül a befizetés, megkezdik a végrehajtást. Minden évben májusban, szeptemberben és december végén szólítják fel a hátralékosokat. Manapság egyre több lakást cserél gazdát, nem árt lakásvásárlás előtt tájékozódni arról is, nincs-e közös költségtartozás az ingatlanon. Amennyiben az új tulajdonos nem kér tőlünk igazolást a közös költségtartozásról,
akkor egyetemlegesen felel a korábbi tartozásért az eladóval. Ha úgy vásárolja meg, hogy tud a hátralékról, akkor viszont a korábbi tulajdonos után próbálunk menni. Hát sajnos sokszor ez évekbe telik, amire egy személygépkocsi lefoglalásával, vagy netán egy új ingatlan vásárlása kapcsán sikerül hozzájutni. A lakszövelnöke elmondta azt is, az elmúlt évben számottevő mértékben nem emelkedett a közös költségdíja a központi rezsicsökkentés hatásaként. Elfogták a nyíregyházi postai kézbesítő támadóját. Egy 26 éves nyíregyházi lakos csütörtök délelőtt a Vasvári Pál utcán az egyik lépcsőház előterében megtámadott és késsel megsebesített egy postai kézbesítőt, aki könnyű sérüléseket szenvedett. A nyomozók a rendőrkapitányságra előállított férfit gyanúsítottként hallgatták ki és bűnügyi őrizetbe vették. A nyíregyházi nyomozók rövid időn belül azonosították, és az esti órákban még nyíregyházan elfogták a feltételezett tettest. A rendőrkapitányságra előállított 26 éves nyíregyházi férfit a rablás kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók, majd bűnügyi őrizetbe vették. A nyomozás adatai szerint a támadás indítéka az volt, hogy a férfi aznap mindenáron pénzt akart szerezni magának. Nyíregyházán az Arany János utcán a kijelölt gyalogátkelő helyen egy fiatal hölgyet ütött el egy haszonjárművel közlekedő férfi. A hölgyet súlyos sérülés gyanújával kórházba szállították. Pénteken reggel személygépkocsi ütött el a megyeszékhelyen a Luther utcán, nem a kijelölt gyalogos átkelőn átfutó kamaszkorú fiút, akit könnyű sérülésekkel vittek kórházba. Az idei évben 6 szakmában mesterképzéseket indított el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A mesterképzésekre 2017. júniusától 55 fő jelentkezett, ebből 25-en a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával 300 ezer forint helyett 60 ezer forintért végezhették el a képzéseket. Pénteken a járműfényezők és a karosszéri alakatosok tettek részmestervizsgát. Reggel óta nagy munkában vannak a szakemberek ebben a nyíregyházi műhelyben, ugyanis karosszéri alakatos és járműfényező részmestervizsgát kell tenniük. A vizsgát mesterképzés előzi meg, ahol a tanulók elsajátítják az elméleti anyagot és a gyakorlati feladatokat. Sütő Péter, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mestervizsga referense elmondta, a mesterlevelet legtöbben azért szerzik meg, hogy a törvényi előírásoknak megfeleljenek, mert külső gyakorlati helyeken csak azok a szakemberek oktathatnak tanulókat, akik rendelkeznek mestervizsgával. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara idén is szervezett mestervizsgát. 55 fő jelentkezett ezekre a képzésekre, hiszen 6 szakmában indítottunk mesterképzést, június hónapban indítottuk ezeket, és jelenleg már a mestervizsgák zajlanak, részmestervizsgák. Az 55 főből egyébként 25 fő kapott támogatást a Nemzetgazdasági Minisztérium által, ez azt jelenti, hogy 300 ezer forint helyett 60 ezer forintos áron tudják elvégezni ezeket a képzéseket a mesterjelöltek, és nagyon fontos hozzátenem, hogy ugye ezeket a mesterleveleket azért szerzik meg legtöbben, hogy a törvényi előírásoknak megfeleljenek, hiszen most már gyakorlati, külső gyakorlati képzőhelyeken csak azok a gyakorlati oktatók oktathatnak tanulókat, akik mesterlevéllel rendelkeznek. Az elmúlt 3 évben mintegy 500-an tettek mestervizsgát. Nagy Zoltán, karosszéria lakatos mesterjelölt, aki gyerekkora óta szereti az autókat, ezért is választotta ezt a szakmát. Gyerekkorom óta ez érdekel engem, ez a karosszéria autószerelés dolog. Autóban nagyon, nagyon imádom őket, nagyon szeretem, és végül is ezért ez egy számomra egy kihívás újjáépíteni egy törött, akármilyen sérült gépkocsit. A mesterképzésre azok jelentkezhetnek, akik szakmunkájukban legalább 5 éve dolgoznak. Egyre többen fizetnek érte, mert sokan presztízsnek tartják a mestercímet. Új környezetkímélő buszok érkeznek a megyeszékhelyre. A részletek később, most lássuk a híradó további témáit. Könnyedén nyert csütörtök este a Sunshine Nyikse az MB2 második fordulójában. A tavalyi testépítő világbajnoki címe után idén az erőemelő világbajnoki címet is megszerezte Kis Tibor.
41 darab új környezetkímélő busz érkezik hamarosan Nyíregyházára. A járművek eddig azért nem állhattak forgalomba, mert nem volt a városnak megfelelő töltőállomása. Ez a probléma most megoldódik, ugyanis a Tiszavasvári úton, az Arany János Kollégium és a Bencs László szakiskola melletti területen a tervek szerint 2018 évelejére megépül az új töltőállomás. Ide fog költözni a nyíregyházi autóbuszjáratok telephelye. A tervek szerint 2020-tól a Korányi Frigyes út helyett az Arany János Kollégium és a Bencs László szakiskola melletti területen fogják tárolni és szervizelni a helyi közlekedés járműveit. Ez a város úgynevezett integrált közlekedésfejlesztési operatív programjának a része, amelyben a beruházásra az eredeti 5 milliárd forint helyett egy támogatási szerződés módosítása után már 7 milliárd forint áll rendelkezésre. Azt is tudni kell, hogy ebben a projektben, amit Nyíregyháza önkormányzata valósít meg, kizárólag a helyi közlekedési buszoknak a telephelyeit, tehát a helyi közlekedési, ez 75-80 darab busz jelent teljes egészében. A Korányi úti telephelyen lévő buszpark a sokkal nagyobb ennél, hiszen az egész megyének a helyközi járatokban szolgáló buszokat is ott tárolják, az egész megyének a kapacitásának a tárolása ott történik. Az új telephelyen kialakítanak egy olyan speciális töltőállomást, amellyel a hamarosan érkező új, sűrített gázzal működő autóbuszok is tölthetőek lesznek. A töltőállomás kiépítésére azért van szükség, mert az IKOP segítségével összesen 41 darab, 5 csuklós és 36 szóló, úgynevezett CNG busz nyert el a város, ezek azonban eddig nem állhattak forgalomba, mivel a legközelebbi töltőállomás Miskolcon volt. Itt Kelet-Magyarországon, az országban is viszonylag kevés, hogy 8-10 ilyen töltőállomás található. Ez egy teljesen új technológia, ez a CNG. Igazából azt mondhatom, hogy ez a engedélyeztetési folyamatban is érdekesség volt, hiszen itt például, hogy Hajdú-Bihar megyéhez tartozik egy része a szakhatóságoknak, ott például az első ilyen engedélyt adták ki. Podlovics Roland hozzátette, a projekt közép- és hosszú távú tervei közt szerepel, hogy ne csak a helyi autóbuszok használhassák a töltőállomást, hanem akár magánszemélyek is. Könnyedén nyert csütörtök este a Sunshine Nyikse az NB2 második fordulójában. A nyíregyházi kosarasok több mint 100 pontos, 124-18-as győzelmet arattak a BKGDS-e Csongrád felett. A Nyikse csapatában ezúttal több fiatal is szóhoz jutott, akiknek a mérkőzés jó lehetőséget adott a bizonyításra. A BKGDS-e Csongrád együttesét fogadta a Sunshine Nyikse az NB2 második fordulójában. A vendégek új indulónak számítanak a bajnokságban, ami teljesítményükön is érezhető volt. Ennek ellenére a nyíregyháziak edzőmeccsként felfogva teljes erőbedobással játszották végig a mérkőzést, amit Könnyedén húztak be 124-18-ra. A Nyikse együttesében elsősorban a fiatalok kaptak most lehetőséget, így például Nádasi Norman és Vizi Roland, akik nincsenek még 18 évesek. A mezőny legjobb teljesítményét a 18 éves Balogh Bendegúz nyújtotta, aki maga is 14 ponttal járult hozzá csapata sikeréhez. Nem ismertük őket alapvetően, a mi hozzáállásunk az maximális volt, és ahogy megláttuk őket melegíteni, mert azért olyankor sok minden kiderül, maximális hozzáállást kértünk a fiúktól, hogy egyrészt tiszteljük meg az ellenfelet azzal, hogy mi mindent megteszünk azért, ami tőlünk telik, és az, amire elég, azt a mérkőzésen próbáljuk bebizonyítani. Tisztelet az ellenfélnek, hogy itt kezdésként ilyen még aránylag gyengébb játékerővel is elindultak a bajnokságban. A kérdésre visszatérve, próbáltuk komolyan venni azokat az ellepelemeket, amiket gyakoroltunk, azt mérkőzés szituációban próbáltuk hasznosítani, és elsősorban a fiatalok kaptak most játék lehetőséget. A Nyiksének jól jött az edzőmeccsel felérő mérkőzés, hiszen a következő héten a több légióssal megerősített Mezőköves lesz a vendége, a HEP kupában pedig az NB1B és Eger ellen kell bizonyítaniuk a nyíregyházi kosarasoknak. A tavalyi testépítő világbajnoki címe után idén az erőemelő világbajnoki címet is megszerezte Kis Tibor. A nyíregyházi versenyző a Felső Zsolcán rendezett GPC erőemelő világkupán guggolásban bizonyult a legjobbnak. Erőemelők, fekvenyomók, felhúzók, powerlifterek. Négy kategóriában közel 400 versenyző mért össze erejét a hétvégén Felső Zsolcán. A Miskolc melletti település adott otthont ezúttal a Global Powerlifting Committee erőemelő világkupának. A nemzetközi mezőnyben a nyíregyházi Kis Tibor diadalmaskodott is a saját kategóriájában. Ugye előző évben testépítésben világbajnokságot nyertem Olaszországban, most egy
tervem az volt, ugye, hogy erőemelésbe és világbajnoki címet szerezzek. Googleásba és fekőnyomásba indultam, Googleásba megszereztem az első helyet, 93 kilóval mérlegeltem és 255 kg-ot teljesítettem. A kétszeres világbajnok munkáját és eredményeit azonban nem csak az érmek fémjelzik, hanem egy készülő film is megörökíti azokat. A Belső erő című alkotás várhatóan jövőre lesz látható. Ebben a filmben ugye az egész felkészülésről, edzésekről, ugye én leszek benne a főszereplő, lesznek mellékszereplők, ugye profi erőemelő is lesz benne, azok az emberek, akik engem segítettek, hogy idáig eljussak. Szó lesz Kormány Misiről, ugye vele kezdtem a testépítő felkészülésemet, és hogy hogyan lettem világbajnok, kétszeres világbajnok. A kétszeres világbajnoki cím sem kis teljesítmény, de Kis Tibor célja, hogy legalább még egy világelsőséget begyűjtsön. Mint minden testépítőnek neki is nagy álma, hogy egy Arnold Classic versenyre eljusson, és ott az első helyet szerezze meg. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Még mindig nincs előrelépés az életpályamodell kialakításában az ápolók tekintetében, közölte Bugarszky Miklós, a Magyar Ápolási Egyesület elnöke Nagykállóban. Hozzátette, ehelyett egy ágazati kollektív szerződést akarnak bevezetni az egészségügyben, ebbe azonban nem lehet beilleszteni például a nyugdíjba vonulás körülményeit és az előrelépés lehetőségeit. Évente mintegy 10%-kal növekszik azoknak a háztartásoknak a száma, ahol vagy nem fizetnek közös költséget, vagy késnek a díj teljesítésével, mondta el a Nyíregyházi Lakásszövetkezet elnöke televíziónknak. Az idei évben 6 szakmában mesterképzéseket indított el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A mostani képzésekre 55 fő jelentkezett, ebből 25-en a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával végezték el a képzést. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hír összefoglalóval jelentkezünk. Friss hírekkel legközelebb, hétfő este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap igazán szép napos időre számíthatunk, bár szombattól a magasban egyre melegebb légtömegek érkeznek fölénk, a hőmérséklet a felszín közelében lényegesen nem változik. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős lesz az ég, csapadékra nem kell számítani. A nyugati szél eleinte még gyakran megélénkül, helyenként megerősödik, majd éjszakára mérséklődik. Reggel általában 9 fokig csökken majd a hőmérséklet. Holnap napközben a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütést várható, csapadék nem lesz. A nyugati szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. Délutánra 18 fokig emelkedik majd a hőmérséklet. Éjjel hideg, szombaton napközben pedig meleg fronti hatás lesz térségünkben. A hétvégén és a jövő hét elején egy anticiklonnak köszönhetően csendes, nyugodt idő várható, csapadék nélkül. Általában gyengén felhős, napos idő lesz a jellemző, ugyanakkor főleg az éjszakai reggeli órákban többfelé számítani lehet párásságra, ködfoltokra, amelyek a hét második felében már napközben is megmaradhatnak. A hőmérséklet a hét első felében még az átlagos felett alakul, délutánonként többnyire 20 fok közelében lesz a hőmérséklet, a hét második felében viszont már kicsit hűvösebb lesz.